Kedves nézők, már is folytatjuk műsorunkat. Ezúttal Türmer Gyulát köszöntöm. Jó reggelt kívánok, a munkáspárt elnökét. Első és legfontosabb kérdés, jelöltállítás. Nagyon dolgozunk, mindenütt állítunk jelöltet, ahol csak erre lehetőségünk van. Munkáspárt egy választható lehetőség lesz a választásokon. Jó, akkor még ennek kapcsán mit gondol az előválasztásnak a végeredményéről, az ellenzéki előválasztás végeredményéről? Hát egymást törték az ellenzéki pártok, ennek lett valamilyen eredménye. Én azt gondolom, hogy az igazi verseny az jövőre lesz. Az emberek a saját tapasztalataik alapján fognak arról dönteni, hogy ki legyen a parlamentben, ki legyen az ország miniszterelnöke. Nem kell túlságosan komolyan venni ezeket a játékokat, és főleg nem szabad abba belemenni, hogy itt abszolutizáljuk ezt a módszert. Magyarországon ennek nincs hagyománya, ez egy trükk, egy játék, és semmiképpen sem szabad, hogy befolyásolja a jövő évi választások döntését. Ott a népnek kell dönteni, menjünk el mindannyian szavazni, és lelkiismeretünk és tapasztalataink alapján döntsünk. Világos. Azt szokták mondani a mai Magyarországról is még, főleg ugye leginkább arra a korosztályra, amely 90 előtt is élt ebben az országban, hogy hát ez az ország, ez még most is Kádár János népe. Van, aki ezt gunyoros felhanggal mondja, van, aki ezt kevésbé gunyoros felhanggal mondja. Ugye a munkáspárt nyilvánosan felvállalja a kádári örökséget. Azt tessék megmondani nekem, hogyha ma Kádár János körülnézne ebben az országban, ebben a mostani Európában, akkor mit gondolna? Ön szerint. Ön ráadásul ugye fiatal emberként volt szerencséje még együtt dolgozni is vele, ha jól tudom. Hát mindenekelőtt a munkáspárt nem egyszerűen Kádár Jánosról beszél. Mi az apáink, nagyapáink örökségéről beszélünk. Ami természetesen abban a korban kapcsolódik, amikor az Kádár János... Ami itt Magyarországon történt, a lakótelepektől kezdve a nemzeti iparon át, a magyar mezőgazdaságig, ezt nem Kádár János teremtette, hanem a magyar dolgozó nép, az én apám, az én anyám, a szüleink, ők együtt. Tehát amikor megbecsüljük a múltat, akkor azt gondolom, hogy egyrészt köszönetet mondunk az idősebbeknek, másrészt pedig kifejezzük azt a tényt, hogy hát, ha az nem lett volna, akkor ma Magyarország ott se lenne, ahol jelenleg van. Én azt gondolom, hogy Kádár János rácsodálkozna arra, ami itt van, bár tudná azt, hogy hát ez a kapitalizmus, amit ő épített, a szocializmus. Hát itt lehet jó dolgokat csinálni, de azért ez mégiscsak kapitalista alapon működik. Kádár János a fiataloknak nem hitelt adott lakásra, hanem lakásokat épített. A kettő között óriási a különbség. Tehát ha mi előre akarunk lépni, akkor rendben van, adjanak most hitelt, de holnap olcsó bérlakások tömkelegét kell építeni. Ez az igazi megoldás. Csodálkozna azon is bizonyára, hogyha bemegy egy szupermarketbe, akkor hát egyre kevesebb magyar áruval találkozik, miközben annak idején volt egy fejlett magyar mezőgazdaság. Bábolnától kezdve mezőhegyesen keresztül egészen Szabolcsi térségekig. Ma ez ugye nincsen. Egy ország, amely képes, hogy almát, gyümölcsöt, zöldséget termeljen, ma behozza Lengyelországból ugyanazt. Nyilván, hogy ennek nem örülne. Meg hát azt is látná, hogy a magyar ipar az mondjuk talán most kezd egy kicsit helyreállni, de 30 év alatt a magyar ipart az gyakorlatilag tönkretették, eladták, elkótyavetyélték. Nem örülne annak, amit lát. És végezetül biztos, hogy nem örülne annak, hogy ugye, itt van néhány tízezer gazdag ember, esetleg néhány százezer ember, aki nagyon jól érzi magát ebben az országban, de milliók élnek egyik napról a másikra. Én nem azt mondom, hogy nyomorognak, mert ez nem lenne igaz, hiszen a boltok tele vannak, az emberek vásárolnak. Annyi autó van, hogy parkolni nem lehet, mobiltelefonja mindenkinek van, ez mind igaz. De egyik napról a másikra élünk. Nehéz a jövőt tervezni. Én azt gondolom, hogy biztonságra, kiszámítható jövőre, biztos megéletésre van szükség. Van még egy jelző, amit egyébként Kádár Jánosra mondtak, és azt szeretném megtudni, hogy ez
ma lehet-e így politizálni? Ugye azt mondták róla, hogy volt a kompromisszumok robotosa. Ma lehet úgy politizálni, hogy valaki a kompromisszumok mentén halad? Ön szerint egyébként? Mert most azt látom, bocsánat, hogy közbevágok, hogy nagyon erős a politikai arcéllel rendelkező közeleti szereplőket látok, és pont ezt a fontos dolgot, a kompromisszumot nem érzem. Én azt gondolom, hogy a társadalom mindig sokszínű, és a jelenlegi magyar társadalom is az, mint ahogy a korábbi is természetesen sokszínű volt. Ha azt akarjuk, hogy a társadalom menjen előre, akkor meg kell találni azokat a közös pontokat, amelyekből többé-kevésbé mindenki egyetért, vagy legalábbis elviseljük ezeket a különbségeket. Ugye mondjuk a művészet vagy a kultúra. Ugye ma ugye szekértáborok vannak, a liberális nem áll szóba a konzervatív a liberálisra. Pedig hát a művészet az vagy megvan, vagy értékes, vagy nem értékes. A tudományban nincs baloldali és jobboldali tudomány, vagy tud a tudomány valamit teljesíteni, vagy nem. Most ami természetesen elválaszt bennünket, az a politika. Én azt gondolom, hogy itt is kevesebb elválasztó vonalra lenne szükség. Én mondjuk megértem azokat, akik 1956-ot tekintik a mai fejlődési kiinduló pontjának. De hát az nem igaz, hogy 56-ban nemzeti egység volt, mint hogy ma sincs nemzeti egység ezekben a kérdésekben. Hát ami elválaszt, ami új sebeket hoz létre, vagy régi sebeket tép fel, azt én félretenném, és azzal foglalkoznék, ami a mai embereket, a társadalmat, a jövőt illeti. Itt élünk Közép-Európában, itt kell nekünk egymással zöldágra vergődni. És persze a kompromisszumot mindenkinek kell a együttműködési készsége. Én ebből a szempontból tartom nem jónak a választási törvényt, mert a választási törvény ma azt jelenti, hogy csak olyan pártok indíthatnak országos listát, amelyeknek legalább 71 egyéni jelöltjük van. Most ez kevés pártot érint. Ez azt jelenti, hogy egy sor párt, egy sor politikai erő és a mögöttük levő érzések és érzelmek nem fognak bekerülni a parlamentbe. Hát akkor miféle társadalmi kompromisszumról és egyetértésről, meg harmóniáról beszélünk? Ennek nyilvánvaló, hogy ön több helyen is hangot ad, példának okájára, hogy a választójogi törvényt kritizálja. De hol mindenütt tud megfordulni egyébként? És akkor nem azt gondolom, hogy vegy elő a naptárát, de hol szokott, tehát hogy mennyit utazik, milyen eseményeken vesz részt, vagy nem inkább eseményeken vesz részt, hanem valóban kvázi bekopogtat lakásokba, hogy jó napot kívánok, beszélgessünk egy kicsit. A magyar demokrácia, ha szabad ezt mondani, egyik negatívum az, hogy a munkáspárt nagyon keveset szerepelhet a médiában, és ez nem azért van, mert mi butaságokat mondanánk, éppen azért van valószínűleg, mert túl sok olyat mondunk, amire odafigyelnének az emberek. Ugye most csináltunk nemrégen saját erőnkből egy internetes videó felvételt, amit sok ezer ember megnézett, mert egy lényeges kérdésről volt szó. Mi azt mondtuk, hogy változtassák meg a nyugdíjrendszert, a nők mehessenek 55 éves korban nyugdíjba, a férfiak meg 60 éves korban. És közben készült egy szakszervezeti közvéleménykutatás, és amiből kiderült, hogy az emberek jelentős százaléka szeretne korábban elmenni nyugdíjba. Tehát ez egy valóságos probléma. Mi erről beszélünk, mások meg erről nem beszélnek. Hol tudok beszélni? Az utcán, a piacon, a tereken, én járom az országot. Utóbbi időben több kampányunk is volt, indítottunk egy kampányt azért, hogy a minimálbér legyen 250 ezer forint. Hát 250 ezer forint nem lett, de legalább 200 ezer lett. Ez bruttó vagy nettó, bocsánat, hogy kérdezem. Ez sajnos bruttó, tehát tudom, a kormány 200 nem az akar. Bruttó, de az önök javaslata. Mi azt szeretük volna, hogyha adómentes a minimálbért, mert az olyan kicsi így is, hogy ezt még tovább adóztatni kell, de legalább 200 ezer. Most folytattunk egy kampányt, és ez megint együtt járt azzal, hogy járom az országot, hogy legyen a nyugdíjkorhatár megváltoztatva nőknél, 55 év férfiaknál. Azt egyébként önök számítása szerint, csak kérdezem, kibírja a magyar nyugdíjrendszer? Én azt gondolom, hogy egy társadalom érettségét az mutatja, mint hogy egy család érettségét is az mutatja, hogy hogyan gondoskodik az idős emberekről.
meg kell oldani ezt a feladatot, és ebben kell társadalmi kompromisszumokat kötni, és végén megegyezni. Egyet biztos nem mondhatjuk, hogy nem törődünk azzal, hogy mi lesz az utánunk jövőkkel. Törődnünk kell. És körülbelül annyira számíthatunk majd az utódainktól, amennyit mi ma megteszünk a mai nyugdíjas társadalomnak, vagy a nyugdíjba menőknek. Ha az emberek azt kérik, hogy korábban mehessenek nyugdíjba, akkor engedjük el. Mert Magyarországon élünk, tudjuk azt, hogy nagyon sok ember nem tudja élvezni a nyugdíjas idejét, mert idő előtt meghal. Hát akkor legyen egy unokával, legyen a gyerekeivel, még néhány évig élvezze azt a kis nyugdíjat. A gazdaság fejlődni fog, reméljük, hogy még jobban fog fejlődni, tehát meg lesz az a pénz, amit a társadalom majd a nyugdíjak biztosítására tud fordítani. Ha pedig kevés, akkor mindig azt mondjuk, hogy meg kellene honnan lehet elvenni pénzt. Én azt gondolom, hogy Magyarországon mi, hát nem tudom, hogy jön, hogy áll vele, de mi elég sok adót fizetünk. Ugye, muszáj. Adómentes kenyér nincsen, áfamentes sör nincsen, tehát az áfa óriási pénzt jelent, fizetjük a személyjövedelemadót, fizetjük a súlyadót, fizetünk egy csomó más dolgot. Miközben azt gondolom, hogy a milliárdosok, a szupergazdagok, a bankok tulajdonosai, a nagyvállalatok tulajdonosai arányait tekintve kevesebbet fizetnek, tehát akkor onnan is lehetne egy kis pénzt elvenni. Kíváncsi vagyok arra, hogy más pártok, esetleg a kormány miként reagál erre a nyugdíjötletre. Úgyhogy szerintem rövidesen újból fogunk találkozni, és akkor, ha lehetséges, szeretném én majd arról is kérdezni, hogy az ilyen vidéki útjai milyen tapasztalatokat szerez. Ezt majd legközelebbi alkalommal fogjuk, ha reményeink szerint tudunk rá lehetőséget találni, megbeszélni. Köszönjük szépen, folytassuk a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.